Híradónk végén Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatójának a tájékoztatóját közöljük. Televíziónk hírigazgatósága megkereste a kórházat, mivel több valótlan információt jelentettek meg a városban a koronavírussal kapcsolatban. Ezúton hivatalosan tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a Kátai Gábor Kórházból 2020. augusztus 29-én délelőtt 1 az állapotjavulását követően az érintett szociális intézménye visszaszállítandó betegnek a kórház elhagyását megelőzően végzett COVID-19 tesztje pozitív lett. A beteggel a kórházi tartózkodása alatt kontaktusba lépett személyekkel szükséges járványügyi, valamint a higiéniai intézkedéseket az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtette. A beteget az Országos Mentőszolgálat 2020. augusztus 29-én délelőtt a Dél-Pesti Centrum Kórházba szállította. A beteggel kontaktusba lépett dolgozók jelenleg házi karanténban vannak, de valamennyiük első COVID-19 tesztje negatív. Áll a főigazgató közleményében, amit a Karcag Televízió hírigazgatósága részére juttatott el.